Közös reggelivel indult a nap. Már mondhatni hagyomány a tolnai vándorló szépkorúak baráti körében, hogy a csoport egyik tagja nyaranta egy alkalommal medencés partira invitálja a közösséget saját otthonában. Ez a harmadik év, hogy a csoportot az egyik tagunk, a Rül Gizella és a férje Földi István meghívja. Nyára nem nagyon szoktunk nyaralást, vagy fürdést szervezni közfürdőbe, mert egy hónapot mindenki szeretnénk úgymond nyaralni, pihenni, de mivel most tudomásunkra jutott, hogy a városba egy fiatal ember nagyon-nagyon szereti a régi gépeket, autókat, motorokat, ilyesmiket, és megbeszéltem vele, leszerveztük, a mai nap elmentünk oda reggel egyből, 9 órakor ott kezdtünk, megnéztük a sok-sok gépet, és ide jöttünk a úgynevezett Bajcsi Beachre, a Giziékhöz, egy késői 10 órai beszélgetés fog itt lenni, aki szeretne fürödni a medencébe, lehet fürödni, és olyan 2 órára tervezünk egy ilyen paprikás krumplis partit itten. És egy közel 40-re jöttünk, és egy nagyon szép napot újra együtt töltünk. Hideg reggeli, ez a késői reggeli, inkább 10 órai. Szalámi volt, aki szereti még a nagyon nagymamáink idejéből, még amelyikre én is emlékszik rá, a piros zsír, a kolbász zsír, zsíros kenyeret lehet enni paprikával, paradicsommal, uborkával. A csoport létszáma egyébként 76 fő. És most van 2 olyan, úgymond csoporttársunk fog lenni, akik a mai napon fognak ide belépni. Nagyon-nagyon régóta jönnek velünk kirándulni, fürödni, és én úgy gondoltam, hogy bizonyítottak arra, hogy a csoportnak a tagjai legyenek. És ahogy már megszokhattuk, a vándorló szépkoraktól ebben az évben sem fognak tétlenkedni. Nagyon gazdag lesz a nyarunk. Köszönhetjük ezt a kulturális központnak egy olyan igazgatója lett, aki nagyon-nagyon szívén viseli a városi kultúrát. Ahogy tudom, hogy jövő hónap 11-én lesz egy retro fesztivál ott a Makház területén, ahová mi is csatlakoztunk, lesz egy-két csoportársunk, aki retro ruhába be fog öltözni, oda fogunk elmenni. Nagyon várjuk a Bárka Fesztivált, de még előtte augusztus 12-én lesz a tolnai Boldogasszony templomnak a 250 éves újjászentelése. Oda is nagyon sokan fogunk menni. A Bárka Fesztivál fog lenni, és lesz majd október 14-én egy ilyen civil találkozó, ahova a csoport is már jeleztük, hogy szeretnénk venni standot, kérünk a csoporton belül. A feleségem foltvarással foglalkozik, a sógornőm Csuhéfonon népi iparművész, ő egy csuhéfonás fog ott a helyszínen bemutatni, a csoportnak az örömének csoportja énekelni fog, és a csoportnak egy nagyon-nagyon jó barátja, a Kovács Gergő fog jönni, és ott egy 20 perces kis nosztalgiás dalcsokrot fog előadni. Úgyhogy mindenhol tele van, de még a csoportnak szerveztünk szeptember 13-ára egy parlamenti kirándulást, látogatást, és még nincsen eldöntve, hogy a parlament mellett mit fogunk megnézni. Vagy elmegyünk a Halászbástyára, vagy elmegyünk a Gellért hegybe, ami van az a templom, meg az a valami kórház volt, azt fogjuk meglátogatni. Úgyhogy egy egész napot tervezünk Budapestre. Pilisi Istvánné évek óta megbecsült tagja a közösségnek, azt mondja szakmájából adódóan, szinte küldetésének tekinti, hogy segítse társait. Tolnán 53 éve gyógyszerészként dolgozom, csak a 2 fiú születésekor voltam 3 évig gyesen. Nagyon szeretek itt élni, nagyon szeretem az embereket. Arra esküdtem föl, hogy mindenben segítem, az orvos mellett segítői leszünk, és utána úgy gondoltam, hogy alakult ez a Vándorlók Nyugdíjas Egyesület, és ide pedig szeretnék eljárni, hogy itt is azokat az embereket tudjam segíteni, akik egyedül maradnak, és őnekik van arra szükségük, hogy
megmaradjon az életbe az öröm, a boldogság, a békesség, és hát én meg azért egy kis jó tanáccsal az egészségügyükbe is tudok segíteni. Hát azért szeretek, mert itt látom az embereken azt, hogy összefogás van. Mi bármit szervezünk, egy kirándulást vagy bármit, mindenhol összetartó. Nincs az, hogy én most erre megyek, arra meg tudunk egyezni mindenbe, mindenbe. Szeretek nagyon ide járni. Én azt hirdetem és azt vallom, az idős embereket a magányokból ki kell szólítani. Ne legyenek otthon, ne a tévét nézzék, ne a rádiót nézzék, vagy hallgassák. Jöjjenek ide, legyünk együtt, beszélgessünk, érezzük jól magunkat, és egy nagyon szép napot töltsünk együtt.